A hunavar azonosság rokonság. Kérdése. Vértesi György. Budapest. Magyar múltból. 16. évfolyam. 1-2 szám 1989. Journal of the Hungarian Historical Society. Sydney, Ausztrália. Általánosan elterjedt fölfogás szerint Kézai Simonnak az az állítása, hogy a hunok az Úr 700. Esztendejében foglalták el a Kárpát-medencét, illetve Árpád népének bejövetele a hunok második honfoglalása volt, nyugati krónikás hagyományon és egyszerű történetírói kitaláláson alapul. Mielőtt Kézait végképp elmarasztalnánk, vagy a kitalálás vágya alól fölmentenénk, próbáljuk meg e hagyomány eredetére fényt deríteni. Attila 453-ban bekövetkezett halála után a hatalmas hun birodalom összeomlott. Jordén szerint a viszálykodó trónörökösök és a föllázadt népek közötti csata Nedau folyó mellett zajlott le, amelyben Attila fia Ellák is elesett. A hunok ezután az Álduna és Pontus mellékére vonultak vissza. Ha a hunok valóban kivonultak a Kárpát-medencéből, akkor a nyugatiak 500 év múltán milyen meggondolások vagy ismertetőjegyek alapján mondották a magyarokról azt, hogy hunok? A kérdés azonban úgy is megfogalmazható, hogy a hun-magyar azonosságot illetően milyen forrásokra vagy hagyományokra támaszkodhatott Kézai. Bevezetésképpen vegyünk egy epizódot az avarok történetéből. A Kárpát-medence a 6. SZD-ban különféle germán népek kezében volt. A Dunántúlt 526 óta a longobárdok birtokolták, a Tisza és Maros vidék pedig a gepidák fönnhatósága alá tartozott. E két nép Bizánc uszítására állandóan hadban állt egymással. Végül is a longobárdok az avarokkal szövetkezve döntő csapást mértek a gepidákra. Amikor a longobárdok 568-ban a mai Lombardiába költöztek, az avarok a velük kötött szerződés alapján a Dunántúlt is birtokukba vették, cf. Erdélyi 1966 p. 18. A longobárdok tehát nem elbeszélések vagy hagyományok, hanem közvetlen kapcsolatok révén ismerték az avarokat. E körülményt azért hangsúlyozzuk, mert Paulus Diaconus kb. 720-799 a longobárdok történetírója ezeket mondja, a hunok, akiket avaroknak neveznek, hunok, akik avarok is, Balics 1901 p. 193. E szavak első pillanatban tévedést sejtetnek, azonban a későbbi íratok arról győznek meg bennünket, hogy Paulus Diaconus igazat beszél. Nagy Károly, Charlemagne és az avarok. Nagy Károly 768-814 terjeszkedési politikája következtében ellentétbe került a szomszédos népekkel, közöttük az avarokkal is. Az első hadjáratot ellenük maga Károly vezette 791-ben, amely az avarok fölperzselt föld taktikája következtében súlyos kudarcba fulladt. Sajnálatosképpen az avar főemberek között éppen ezután, 795 körül, viszály tört ki. A Kagánt meggyilkolták, míg egy másik főember, a tudum mint azt Johannes Longus, iperapátjánál olvashatjuk az avarok, azaz hunok fejedelme saját magát és hazáját átadta Nagy Károly királynak, segítséget kérve saját véreivel szemben, Váci 1974-56 p. 1050. A 871-ben írt a Bajorok és Karantánok megtérése című iratban pedig a következő áll, Károly császár Erik grófot bízta meg 796-ban azzal, hogy a hunokat írtsa ki. Majd egy mondattal később meg a következő, Károly tehát még ugyanezen évben elküldte fiát, Pipint nagy sereggel Hunországba, Győrfi, 1975 p. 196. Hosszú ideig tartotta magát az a fölfogás, hogy Nagy Károly semmisítette meg az avar birodalmat. Az újabb kutatások azonban tisztázták, hogy az avarokat Krumbolgárkán roppantotta össze 803-ban, amikor hadseregével az uralkodása kezdetén az avar birodalom közepére tört, dél felől, ahol nem volt könnyen védhető, és végzetes csapást mért a főtörzsre, majd a keleti szárnyra. A birodalom nagyobbik felének pusztulása olyan nagy hatással volt a nyugati avarokra, tehát a Pannónia és attól még nyugatabbra élő avarokra, hogy fegyvereiket letéve Károly császár védelme alá vonultak, Váci 1974-56 pp. 1058-59. Eginár Einhard 778-140, Nagy Károly életrajzírója így összegezi az eseményeket. Az avarok, azaz hunok ellen viselt háború, 8 év után végül is befejeződött, ebben a háborúban a hunok egész nemessége elpusztult, Váci Péter, Ibidem, p. 1042. Ezek után a Kárpát-medencére csönd borult. Jámbor Lajos, Louis I, vagy Louis de Piaus, Louis le Pieu, 778-840, a nyugat császára, 814-840, fiai 843-ban a Verduni szerződésben Francia és Németországra osztják fel a frank birodalmat. A Szent Vandregisilius kolostor évkönyvében erről a 877 évnél a következő bejegyzést találjuk, Lajos kapta meg többek között az avaroknak, azaz a hunoknak vagy ungárúrumoknak az országát, Gombos második. 1464. A fenti adatot nem lehet elírásnak tekinteni.
ugyanis Hinz már Reimszi érsek 862-ben, vagyis 33 évvel a honfoglalás előtt azt írja, hogy a dánok Jámbor Lajosnak az országát pusztítják, de a birodalmat egy olyan nép is pusztítja, amelyet az itteniek nem ismertek, akiket Ungriknak neveznek, Gombos, első, 110. Mivel máig abban a hitben élünk, hogy a külföldi források ungri-ungarus-hungarus nevein, magyarok, értendők, jogosan kérdezzük, hogy miféle magyarok kerültek Jámbor Lajos fennhatósága alá 843-ban, amikor még meg sem történt a honfoglalás. A kortársírók pedig úgy beszélnek az eseményekről, mintha 895 táján semmi sem történt volna a Kárpát-medencében. Íme néhány bizonyíték. A fuldai évkönyvek utolsó része a 887-901. Évi eseményekkel foglalkozik. Írója, aki közvetlen értesülésekkel rendelkezett a birodalom keleti határain történő eseményekről a 894. Évnél így ír, ebben az időben az avarok, akiket Ungariknak neveznek, a Dunán túl kóborolva sok borzalmas dolgot vittek végbe. A 896-nál pedig így, a görögök ebben az évben kötöttek békét az avarokkal, akiket Ungariknak neveznek. Gombos első, pp. 132-133. Alig egy emberöltővel később a vesztfáliai korvei Korvi, V. Korvi, Ratibor herceg Korvi hercegének a Vézer folyó bal pártján lévő vára kolosztorában élt Vidukint kb. 925.004 az Annális korbejensesében már úgy tudja, hogy az avarok a hunok maradványai, s ezeket a hunokat most ungariosoknak nevezik. Gombos, harmadik, p. 2660. De a következő idézet is Vidukinttól való, avares kvosmodó ungarios vokamus, vagyis az avarokat, akiket most ungariknak hívunk, Györfi, 1975 pp. 246-311, ez a krónikás fölfogás a következő évszázadokban sem változik. Nézzünk erre is néhány példát. A 12. S. végén készült idők virágainak megfelelő helyén ez áll, ekkor az ungarika besenyőktől Szkitiából előzetve kivetették a hunokat, vagyis az avarokat, Gombos, második, p. 1035. A Ferrarai Gervasius Ricobaldus a 14. S. elején hasonlóképpen ír. Ő azonban az ungarikat hungariknak nevezi. Gombos, második, p. 1035-2. Mivel a rendelkezésre álló adatok egy igen szívós és bizonyára nem alaptalan hagyományról tanúskodnak, próbáljuk meg tisztázni azt, hogy e kérdéses nevek végül is kiket takarnak. Hunnia, Avaria. A következő mondatot a Bajor évkönyvből idézi a jelenszerző. A hunoknak és az avaroknak egy részét a bajorok és Nagy Károly Charlemagne, Norikumból, a mai Ausztria-Osztmark területéből és Pannóniából, Dunántúlból elűzték, Györfi, 1975 p. 264. Mivel az idézett mondat szerint a hunoknak és az avaroknak csak egy részét űzték el Ausztria területéről, elképzelhető, hogy a másik részük ott maradt. Adataink legalábbis erről tanúskodnak. Nagy Károly 811-ben az altahi kolosztornak területet adományoz in Avaria a Duna melletti Melkinél, király, 1976 p. 410. Német Lajos, Louis de German, v. első. Lajos keleti frank király, 840-876-836-ban az avarok provinciájában a Bécsi erdőben fekvő egyik helységet a passzaui püspöknek adományozza, király, 1976-410. Német Lajos különben 804 körül született szerk. A következő adat Jámbor Lajos Ludwig der Fromm 814-840-823. Június 28-i oklevelének 1013 és 1043 között készült hamisítványa, amely szerint Czajzemmőr, Czajzelmauer, Tuln és Trejzemmőr még a 11. Ezban is hun területnek számított, Simon 1978-2. 292. Fehérem. Jenő 1972 pedig arról szól, hogy még 893-ban is megkülönböztetik a Hunnia és Avaria tartományrészeket, sőt a Kremsmüsteri apátság Urkundenbuchja egészen pontosan az Ensz és a Piles közére helyezi a hunok lakta területet, Fehér 1972, p. 14-2. Mindezek révén válik érthetővé Liedbertus Cambrai püspök 1054. Évi zarándokútjának leírása, amelyben egyebek között az áll, hogy a püspök hosszas út után keresztül ment azon a barbár országon, ahol a hunok laknak. Majd átkelve a Dunán Pannónia királyához érkezett, Gombos első, p. 494. De hát kik voltak az ungarusok? Ungariorum Marca. 860. Május 8-án Regensburgban keltok levelével első. Lajos német Lajos keleti frank király Erhanfried regensburgi püspök kérésére húsz telket adományozott Maci, Salzburg közelében fekvő helység kolosztorának.
A kutatások szerint az oklevélben szereplő Ungariorum márka kifejezés annak az egykori avar vazallus államnak a határáról, márka, kapta a nevét, amelyet 805-ben hívott létre Nagy Károly Inter Sabariamat Carnuntum, amikor az összeroppant avar állam uralkodó népessége a volt szláv alattvalóitól szorongatva a frank uralkodóhoz fordult pártfogásért Olajos 1969-16. első, pp. 88-89. 4. A fent említett adománylevél érdekes fejtegetésre ad lehetőséget. A 670-680 körüli időben írja Olajos Teréz Kuvrat negyedik fiának vezetésével a kubán Meotis vidéki Nagy-Bulgáriából olyan népelemek Kárpát-medencébe költözéséről szólnak egyes bizánci források, amelyeknek on Gur elnevezése feltételezhető. Tudjuk, hogy Nagy-Bulgária vezető népe az Onogur, másképpen Onogundur volt, a most szóban forgó oklevélben ugyancsak az on Gur népnév származéka jelöl késői avaretnikumot. A két információ egybeesése alig ha a véletlen játéka egyik híradás a másiknak a vallomását megerősíti és aláhúzza Olajos 1969-16. 1. 90. Mielőtt vizsgálódásunkat folytatnánk, nézzük meg azt, hogy a bizánci források erről az eseményről mit mondanak. Hitvalló Teofénz 768-18 írja a következőket, a nyugatra távozott Konstantinosz császársága idején, 668-685 krobatos volt az ura az említett Bulgáriának és kotragosoknak, ez megvált az élettől és öt fiút hagyott maga után, az öt fiú osztozkodásba fogva, elvált egymástól kiki a saját hatalma alatt álló néppel, a Badbajan nevű első fiú, máig megmaradt az ősi földön. A második, akinek neve kotragos, átkelve a Tané folyón az első testvérrel szemben lakott. A negyedik és az ötödik átkelt az Isztros, vagy másképpen Danubius folyón, az előbbi az Avarországhoz tartozó Pannóniában az avarisok saganosának kagányának ötödikjé. Alattvalója lett és ott maradt a maga hadával. László G. 1977 p. 225. Kiegészítésképpen hadd mondjuk el a következőket. Pietro Ranzano 1488-90-ben Ferdinánd nápolyi király követeként járt Mátyás királynál. Ranzano Mátyás király felesége, Beatrix királyné megbízásából megírta a magyarok történetét. A magyar királyné valószínűleg olyan forrásmunkát is adott neki felhasználásra a királyi könyvtárból, amelyek azóta elvesztek. Ugyanis munkájában egy ismeretlen frank krónikásra, az 1272-ben író Eliniusra utal. Valószínűleg tőle származik az az adat, amely a magyarokat a bolgárokkal tartja azonosnak, és a honfoglalást második. Benedek pápa idejére, 684-685 teszi, Hajdú Kristóróna, I. 2. 1976 pp. 196-197. 5. A különböző eredetű adatok kétségtelenül egyazon eseményről beszélnek, ám de kérdés, hogy Kuber népe milyen nyelven beszélt. Nyilván az öt kagánfi öt népe nem volt azonos származású, írja László Gyula, hiszen tudván tudjuk, hogy a hódított vagy csatlakozott népek élére kerülnek a kagánfiai, családjának tagjai. Ez szerint feltehető, hogy az onogurok e népek egyikét alkották, ez a nép pedig Kuber népe kellett, hogy legyen, a negyedik fiút így hívták ötödikjé, mert az egész területen csak a magyar néppel kapcsolatban maradt fenn mind a mai napig az onogur név, csak egyes egyedül minket nevez onogurnak Európa, s ez, ha nem is egykorú adat, de ugyanolyan súlya van, mint a többi régi hagyománynak, László, 1977 p. 229. Olajos Teréz pedig így töpreng, önkéntelenül is fölvetődik már most a kérdés, nem rejlik-e több puszta tudálékoskodásnál az avar-magyar azonosításban. Nem arról van-e szó, hogy 670-680 körül lezajlott keleti bevándorlás a Közép-Duna medencében olyan népelemeket is hozott magával, amelyek etnikailag a 9. század végén hontfoglaló magyarsággal valóban egy tőről sarjadtak. Olajos 1969-16. első, p. 90. Valóban, ha egy pohárnyi tiszta vízbe még néhány csöpp tiszta vizet vegyítünk, kiveszi azt észre. Lehetséges, hogy a nyugatiak azért nem beszélnek a 895 évi honfoglalásról, mert az újonnan jöttek alig, vagy egyáltalán nem különböztek azoktól, akiket itt találtak. Ezt a kérdést természetesen még korai lenne lezárni, mert a 895-ös honfoglalásra vonatkozó korabeli följegyzések hiányának más oka is lehet. Az eseményektől távol írja Györfi György, gyakran nem észlelték, hogy egy régi nép helyét újonnan jött nép foglalta el, és régi nevén nevezték a jövevényeket. Mindkét tényező eredője a magyarok avar megnevezése, Györfi, 1977 p. 123. Kétségtelen, hogy a különböző népnevek összetévesztésére számos példát hozhatunk föl. Mégis úgy véljük, hogy esetünkben ez nem áll fenn. Lássuk, hogy miért. Konstantin császár művének 39. fejezetében olvashatunk arról, hogy a türkökhöz, vagyis a magyarokhoz kazáriai menekültek csatlakoztak, akiket kavaroknak neveztek, Györfi, 1975 p.
120. Nos, a magyar krónikások e nép csatlakozásáról nem tudnak, viszont az Annales Jubiläum Szájbuszban, Salzburgi évkönyvek, a 881. Évnél megemlítenek egy ungris okkal vívott első csatát Bécs környékén, primum bellunkum ungarisat veniam, s egy másodikat, secundum bellunkum coverisat culmite, amelyben, mint látjuk, a Konstantin császár révén ismert kavar ok az ellenfelek, MGH. 30.2. 742. A nyugatiak tehát nem csak észlelték, hanem alaposan ismerték is az újonnan jötteket. Ezek az adatok vezetnek bennünket annak a föltételezésére, hogy a hun, az avar és az ungarus név három különböző, valójában is létező, Árpád népének megérkezése előtt már itt élő néprészt akar. 6. Mivel a források a hunokat és az avarokat hosszú ideig együtt említik, próbáljuk meg tisztázni azt, hogy e két nép mikor és hogyan kapcsolódott egymáshoz. Hunok voltak-e az avarok? Teofénz bizánci történetírónál 758-817 a következőket olvassuk. Ebben az évben 558 egy különös nép érkezett Bizáncba, akiket avaroknak neveznek, az egész város összefutott látásukra, mert még soha nem láttak hasonló népet, hajukat hosszan lelógó varkotban hordják, amelyet szalagok fonnak át, viseletük egyébként a többi hunokhoz hasonló, Erdélyi 1966 p. 17. A 6. század közepén élt bizánci Menandrosz pedig azt írja, hogy 582-ben hun tolmácsok közvetítettek a szirmiumot osztromló avarok és bizánciak között, Menander 1905 p. 176. De adjunk helyet egy régészeti megfigyelésnek is. A bocsai avar fejedelmi sír, írja László Gyula, a történelem nyelvére lefordítva annyit jelent, hogy a bocsai fejedelem hun származásúnak vallotta magát, László 1973 p. 185. Ez a néhány mozzanat természetesen úgy is fölfogható, hogy hunok voltak az avarok. De ebben nem lehetünk egészen biztosak, mert e kérdés másképpen is értelmezhető. A bizánciak szirmiumosztromakor minden bizonnyal nem az avar közkatonákkal, hanem a sereg főparancsnokával tárgyaltak. Nos, ebből csak arra következtethetünk, hogy az avaroknak hun eredetű, illetve hun nyelven beszélő vezető rétege lehetett. De hogyan beszéltek a hunok? Az Új Magyar Lexikon 6. kötetében 543. oldal például az áll, hogy a török nyelvű ujgurok jelentős szerepet játszottak a hun törzsszövetség létrejöttében. Mivel hun nyelvű tolmácsok közvetítettek szirmiumnál az avarok és a bizánciak között, elképzelhető, hogy az avarok hun eredetű vezető rétege türk nyelven beszélhetett. E kérdés részletesebb taglalása azonban meddő fáradozás, mert a hunok nyelvének a török-mongol vagy más nyelvekkel való azonosítása az eddig előkerült adatok alapján aligha lehetséges. Arra, hogy az ázsiai és az európai hunok kisszámú uralkodó rétege azonos, mégpedig török nyelvet beszéltek volna, e pillanatban semmi bizonyítékunk nincsen, Ceglédi, 1969 p. 82. Ami pedig az avarok nyelvét illeti, arról Erdélyi István a következőket mondja, az avarok által beszélt nyelveket igenis, nyelveket, többes számban, mert a lovas nomádoknál a két és több nyelvűség általános jelenség volt, Eurázsia szerte még nem eléggé ismerjük. Beszélhettek vagy beszélhetett egy csoportjuk, rétegük mongolul, a másik talán zömük valamilyen bolgár-török nyelven, és nem kizárt esetleg iráni nyelvű csoportok jelenléte sem, Erdélyi, 1986 p. 134. Kik voltak az avarok? Az avarok eredetének története épp úgy a homályba vész, mint a magyaroké. A bennünket közelebbről Teofulaktos Szimokkatesz bizánci író a 7. SZD-ban így beszél. A türkök elől menekülő avarok egy része Észak-Kína vidékére menekült, az Uár és Ixanni nevű törzs pedig Európa felé vette útját, 7. 7-9. Ceglédi Károly szerint a nevek valóban az avarokat jelölték. Ezt Menandros egyik helyéből tudjuk, ahol arról van szó, hogy a türk kagán, illetve minden valószínűség szerint szokt tolmácsa Uárszonnak nevezi azt a népet, amelyet Bizáncban avarnak hívnak. Ezek szerint, írja Ceglédi, bár az avar és az uár nevek közötti esetleges összefüggést pontosabban nem tudjuk meghatározni, nem vonhatjuk kétségbe azt a tényt, hogy az európai avarok türk, illetőleg szogd neve az uárszon volt. Ceglédi, 1954 p. 158. Először nézzük a hunokat. Ceglédi Károly alapos elemzéssel kimutatja, hogy a hunok maguk használta neve egy hion-ó, vagy ahhoz közel álló forma lehetett. De tőle tudjuk azt is, hogy a Kanszu tartomány nyugati szélén fekvő egykori Tunhuang őrtornyainak romjai között talált Krisztus ó. 6. SZD-i szogdlevelek a hun népnévnek Xun Kun alakját tükrözik, Ceglédi, 1969 p. 76. Németh Gyula erről a következőket írja, a hunok neve is megmagyarázható a törökből, illetőleg a törökkel rokon nyelvekből. A különféle nyelvű történeti források, amelyek e nyelvet megőrizték, lényegtelen eltérésekkel hun alakot adnak.
E név H hangja, amennyiben török névről van szó, csak K-ból keletkezhetett, tehát a hun népnév azonos a kun népnévvel, s köznyelvi megfelelői a következők: török kun, azaz nép, mongol kumun, ember, szamoét kum, ember, cürén komi, cürén. Hogy egy ember jelentésű szóból népnév keletkezik, arra sok példánk van, fent is láthatjuk, hogy a cüréneknél az eredetileg embert jelentő komiszóma cürént jelent, német 1940, p. 225. Folytassuk vizsgálódásunkat azzal, hogy a bizánciak a Hunni nevet a későbbiek során Aunni alakban rögzítik. Hogy miért? A szó elejé hang hiányának az oka az írja Ceglédi, hogy a H elvesztése szabályos a középgörögben, Ceglédi 1954 p. 4. Ez a körülmény érdekes fejtegetésre ad lehetőséget. Ha az Aunni és az Uár nevet összevetjük, föltűnik, hogy mind a két szó ó, hanggal kezdődik. E megegyezésben látszólag nincs semmi különös, mert a bizánciak ezt a formát alkalmazzák más népnevek esetében is. Például, Turkia, Bulgaron, Onogúr is, stb. A későbbiekben azonban kiderült, hogy az ó, hang a régi magyar nyelvben is megtalálható. Nézzünk néhány példát. Zamtó, szántó, sidó, zsidó, haló, háló. Vóró, váró, siró, síró, pokróc, pokróc. Komó, csomó, hornó, hernyú. Igaz ugyan, hogy a mai magyar nyelvnek, illetve a BC-nek hivatalosan ó, hangja nincs, mégis egy szabolcsi születésű fiatalember, mint azt magam hallottam az autót autónak, a jól vant, jó vannak, a kutatót pedig kutatónak mondotta. A rendelkezésre álló adatok tehát egyértelműen azt bizonyítják, hogy az ó, hanghajdan a magyar nyelv szerves része volt. Ám de kérdés, hogy az avarnyelv ó, hangjáról miután nyelvüket nem ismerjük, mit tudunk. Nos, e bonyolult kérdésre külföldön találhatunk némi magyarázatot. Bizonyára kevesen tudnak arról, hogy Svájcban egy népcsoport máig is hun eredetűnek vallja magát. Legutóbb 1985-ben Bernard Savioz írt róluk könyvet, amelyben némi ízelítőt kaphatunk e néptöredék nyelvéből is. Vizsgálatunk szempontjából azonban nem is a nyelvünkkel megegyező szavak az érdekesek, hanem azok, amelyekben az általunk keresett ó, hang is megtalálható. Ezek a következők. Bolyuk egyenlő bujik, börlé egyenlő bírál, kivua egyenlő kavar, való egyenlő való. Búlia egyenlő buja, bauta egyenlő buta, kurba egyenlő görbe, voáraszó egyenlő varázsló. Bogja egyenlő bogja, fór egyenlő fúr, muér egyenlő márjuk egyenlő lyuk. Bugré egyenlő bögre, gúnyi egyenlő gúny, mulata egyenlő mulatni, nú és egyenlő növés. Zaló egyenlő zsaluáuzzó egyenlő utca. Savioz 1985 IM. Miután a svájci hunok a bajor évkönyvek már idézett helye szerint föltehetően a 791-es avarfrank háborúskodás idején menekültek mai hazájukba, ezért valószínűnek tarthatjuk azt, hogy az ó, hang valamelyik késő avarkori etnikum nyelvi sajátossága lehetett. Mindebből végül is arra következtethetünk, hogy a bizánciak azért rögzítették bizonyos népneveknél az ó, hangot, mert valójában így is hallották. Ezek az apró mozzanatok teszik lehetővé azt, hogy megpróbáljunk értelmet adni az uár törzsnévnek is. Jegyzetek. 1. Szent Geminius modenai püspök életrajzi írásában, Krisztus ó. 910-ben azt olvassuk, hogy a halott püspök megvédte népét az ungarisoktól úgy, mint egykor megvédte egyházát Attillától, az ungárórumok királyától, Gombos, 3. 2418. János Diakonusz, Orseuló Péter Velencei Dózse 991-1009 káplánja a magyarok 899. velencei támadásáról így ír, az ungrik pogány és igen kegyetlen népe Itáliába jött, Györfi, 1975 p. 215. Egy X-es ZDVG-i töredékes francia följegyzés pedig a hunok 924. évi itáliai megjelenéséről beszél, Gombos, 2. 940. Nikeforos császár uralkodása idején 936-969 írja a görög Simeon Metáfréca, hunok pusztítják Tráciát, Gombos, II. 2446. 2. Közbevetőleg megjegyezzük, hogy a rendelkezésre álló forrásokban egyetlen alkalommal sem hívnak magyaroknak bennünket. 3. Fehérem. Jenő ennek kapcsán azt is megjegyzi, hogy túl volt körülbelül a választóvonal a hunok földje és az avarok tartománya között. A király rendelete szerint a hunok a túlni mezők városkáiban és falvaiban laktak, és tőlük keletre a bécsi mezők táján már az avar nép élt. Fehér 1972 p. 34. 4. László Gyula a Nibelungenlied vonatkozó sorai alapján arra következtet, hogy e kérdéses határ Pitteninél volt, Bécs és Bécsújhely között, az Alpok keleti lábánál. Éppen azt a területet zárta le a bécsi medencét, amelyen egész sor késő avar temető található, László 1978 p. 96.
5. Rubruk, aki 1253-ban járt a francia király megbízásából a mongol nagykán udvarában, elmondja, hogy Baskíriából jöttek ki a hunok, akiket később magyaroknak hívtak, s velük jöttek a blakok, a bolgárok és a vandálok, Bodor 1976 p. 270. 6. Régebben olvashatjuk László Gyulánál baráti körben már fölvettem, hogy forrásaink fordításakor ne egységesítsük magyarra a különböző népneveket, hanem hagyjuk ungrinak, türknek, magyarnak, baskírnak, szavardnak, ahogy éppen a forrásokban található, mert nem bizonyos, hogy e népnevek egyetlen népre, a magyarra vonatkoznak. Az bizonyos, hogy ezekből lesz a magyar nemzet, de hogy mikor és hogyan, az külön történeti kérdés, László, 1978 pp. 180-181. 7. A steppei birodalom nem faji, vérségi vagy nyelvi, hanem politikai egységet jelentett mindig. A birodalomban egy közös név fejezi ki az együvé tartozást, s ezzel a névvel illetnek mindenkit, aki a birodalomhoz tartozik. Például Mao Tung-hun király Krisztus-e. 176-ban közli a kínai császárral, hogy hadai 26 birodalmat igáztak le, s ezzel mindezek hunokká váltak, de ér 1938 péntek. 19. Konstantin császárnál 29. Fejezet pedig ezt olvashatjuk, a folyón túli szlávok, akiket avaroknak is neveznek, Moravcsik, 1950, p. 123. Kiszey István antropológus az avarkor embertani képéről pedig így vélekedik, helyesebb avarkori népességről, mint sem avarokról beszélni, Kiszey, 1976 péntek. 204. 8. László Gyula az Uáron nevet a magyarországi várkony névvel összeegyeztethetőnek tartja. Ugyanis a tiszaparti várkony faluban avar temető van, de korainak mondott melléklettel, László, 1978 p. 102. 9. E kérdéses hang létezésére számos példát találunk Anonymous gestájában is, geló, gyaló, háos, havas, heójó, héjő, juxas, jószás, kúrák, kórót, körtueltó, körtvétó, moglút, maglód, morót, marót, miszkószi, miskolc, aund, ond, ponuszia, panyóca, purulú, poroszló, szaujó, sajó, zolukú, szalók, vélkú, valkú, zuelön, zújom, Anonymous 1975 pp. 148-72. 1271. November 2-i oklevélben pedig a kevea szót így írják, Kőózua, Gárdonyi, 1936 p. 122. 2. Rész. Magyar múltból. 17. Évfolyam. 1-2 szám 1990. Kik voltak az uárok? A kaukázusi hunok, mint arról egy 682. Évi eseményt elbeszélő örmény forrásban olvashatunk, ha mennydörgéssel kísért villámok akár embert, akár egyéb tárgyat megütöttek, ezt úgy tekintették, mint Kuár Istennek fölajánlandó áldozatot, Szalmási, 1979-99. Miután a Kuár név első hangja ceglédi professzor szíves szóbeli tájékoztatása szerint a görög x-ki, csi, hanggal megegyezik, a következőképpen okoskodhatunk. Ha a teofulaktoszi uár elé egy x hangot illesztünk, akkor az új alak a kuár, vagy tájnyelven, kuár, tűzisten. Nevet tükrözi. Ám de kérdés, hogy a kuár szó elejé hangja hová lett. Induljunk ki abból, hogy a szog nyelvben nem volt há. Vegyük további figyelembe az egyes nyelvek kiejtési lehetőségeit. Mint tudjuk, minden nép nyelvi sajátosságának megfelelően alakítja, illetve ejti ki a számára idegen neveket és hangokat. A szó elejé hang elkopására hadd hozzuk föl példaként az Italian T, amely szó a magyar nyelvben, taján-ra rövidült. Elképzelhető, hogy ez lett a sorsa a kuárnak is, Teofulaktosz nyelvén uár-ra, a szog tolmácsén pedig uár-ra alakult. Kétségtelen ugyanis, hogy az uárkun T könnyebb kiejteni, mint a kuárkun T. Ezek a megfontolások a karuáruáravar nevek összefüggésére még nem adnak magyarázatot. E probléma megoldása érdekében helyet kell adnunk egy honfoglaláskori epizódnak is. A kavarok rejtélye. Történetírásunk számtalan esetben elutasító álláspontra helyezkedik, mert bizonyos eseményeknek nincsenek írott bizonyítékai. Az éremnek azonban két oldala van. Például arról, hogy Árpád népe 895-ben foglalt a Kárpát-medencében, egyetlen külföldi író sem beszél. Mégis ide érkeztünk, viszont bizonyos körülményekről a krónikások nem tudnak, vagy hallgatnak. Ha Konstantin császár nem jegyezte volna föl azt, hogy a honfoglalókhoz, holmi kavaroknak nevezett kazáriai menekültek csatlakoztak, akkor történelmi palettánk egy érdekes színfolttal szegényebb lenne. Ám de arról, hogy valójában kik voltak a kavarok, milyen nyelven beszéltek, mikor csatlakoztak hozzánk, mekkora tömeget képviseltek, semmi biztosat nem tudunk. Történetkutatásunk pillanatnyilag csak abban egységes, hogy nevük eredetileg nem volt népnév, mert a szószoros értelmében csupán lázadót jelentett török nyelven, erdélyi, 1986. 45. SP. Tolstov, a neves szovjet régész azonban más véleményen van.
Szerinte a kavar kifejezés a kvár-kovar terminus szabályos változata, ez pedig a korezmiek népnevének szógyöke. Korez tulajdonképpen Kvaráciem, József Kazár király levelében így fordul elő, Kvaráciem, Tolstov 1946. 4. fej. Tolstov egy másik munkájában pedig a korez névjelentést így magyarázza, ZVM egyenlő föld, Csárizem egyenlő Csáriták, azaz a napnépének földje, Tolstov 1959. 10. Tolstov a kavarokat egyébként korezmi eredetűnek tartja. S úgy tűnik, hogy itt és így kapcsolódnak a különböző nevek és események egymáshoz. Igen érdekes, hogy krónikáink a kavarokról nem tudnak. Viszont azt, hogy jelentős számú korezmi eredetű etnikum is részt vett a honfoglalásban, elismerik. Az első figyelemre méltó összefüggés az, hogy mind az örmény voltaképp, hun, huár, mind a kazár, vagyis korezmi, küvár név valamilyen módon a tűzhöz tüzes villám, nap kapcsolódik. De arra is érdemes odafigyelni, hogy az örmény, kuár, a bizánci, uár, a szogd, uár, a kazár, küvár, a germán, kovar és a bizánci kavar alaknak hasonló hangzása van. Nem alaptalan tehát az a föltételezésünk, hogy e különböző nevek egyazon népet takarnak. Ezek az adatok a Karuraravar nevek esetleges összefüggésének jobb megértéséhez közelebb visznek bennünket, ám de kérdés, hogy a régi források az avar név eredetéről mit mondanak. Abar is, a titokzatos papkirály. Külön tanulmányban kellene és lehetne foglalkozni azzal, hogy az avarok valójában avarok voltak-e vagy sem. A kételkedés magvát Theophylactos hintette el. Ugyanis e kérdéses népet állavaroknak tartja, akik csupán azért használják e nevet, hogy rettegésben tartsák a környező népeket. Ellenben Ceglédi Károly azt mondja, hogy Theophylactost az avarok iránt érzett mélységes gyűlölet vitte arra a gondolatra, hogy nevüket elvitassa, Ceglédi, a 1954-149. Artamonov viszont úgy véli, hogy az első törzsi név, mármint az uár összecsengése adhatott alapot az avar név fölvételére, Erdélyi Kádár Ojtozi, 1965-86. Artamonov véleményét csupán egy adattal tudjuk alátámasztani. Anonymus gestájában találkozunk a Szilva Háos, Havas Erdő névvel, melynek ó, hangja később, avvá alakul, Anonymus 1975-150. Mivel ennél több összehasonlító anyagot nem találtunk, ezért Artamonov elképzelését tovább fejleszteni nem tudjuk. Mielőtt a vélemények és ellenvélemények hullámaiban elmerülnénk, hadd mondjuk el azt, hogy e kérdéses népnevet eredetileg Abarnak mondották. Ennek okáról áll magyar nyelvtörténeti etimológiai szótára, Szerk. L. Benkő, 1967 első. Kötetében ezeket olvashatjuk. Az avar alakváltozat B-je azzal magyarázható, hogy a görög avarját nem V-nek olvasták, ahogyan a bizánci kiejtés megkövetelné, hanem a klasszikus görög hangértéknek megfelelően B-nek, Benkő, első, 21. Ez kétségtelenül így van. Miért avarisról írja Herodotos görög történetíró, I-je? 484-424 kit a hagyomány hiperboroisznak mond, nem fogom elbeszélni azt a történetet, hogy az egész földet körüljárta nyilával anélkül, hogy evett volna, Herodotos negyedik. 36-1893-31. Több író megemlékezik a hiperbórosz avarisról például. Platon, Strabon, de egyik sem közöl róla bizonyos hagyományt. Állítólag Apollon papja volt, ki az Istentől egy bűvös nyilat kapott, s ez minden hegyen és folyón átröpítette, Herodotos negyedik. 336-52. Lábjegyzet. Egy másik régi szerző, Suida, Abariszkita származású csodatevő főpapnak tartja, aki íje. 770-700 között Apollon tiszteletét terjesztette a hiperboreusok között, Jordéns 1904-42. Lábjegyzet. 11. Mindez akkor válik érdekessé, ha tudjuk azt, hogy Apollon görög és római főisten, többek között a napfénynek örök ifjú istene volt. Ez szerint Abar is a napisten papjának, a neki adományozott nyíl pedig az isten nyilának tekinthető. S ha figyelembe vesszük azt, hogy Abar is az egész földet körüljárta nyilával anélkül, hogy valamit evett volna, önkéntelenül is a fénysebességével haladó tüzes villámra, s a csapjon bele a tüzes isten nyila kifejezésünkre gondolunk. Mindezt egybevetve elképzelhetőnek tartjuk, hogy az Abarnak hajdan egy máig ismeretlen nyelven tüzes villám, vagy valamilyen napkultusszal kapcsolatos jelentése lehetett. De még színesebbé teszi az Abar név eredetére vonatkozó ismereteinket Sevillai Szent Izidor, aki 630-ban a következőket írta, mondják, hogy az ugrok azelőtt unnoknak hivattak, végre királyukról Abaroknak neveztettek, németi, 1911-47. Abar is végül is pap vagy király volt. Nem tudjuk. Annyi azonban bizonyos, hogy e két funkció nem áll ellentétben egymással. Ugyanis az ókori Mezopotámiának papkirályai voltak. Az eddig elmondottak alapján tehát csak annyit mondhatunk, az Abar név eredete az ókori mítoszok homályába vész ugyan, azonban az adott szövegekből e kérdéses név és a napkultusz kapcsolatára következtethetünk.
Mielőtt látszólag egymástól független adatokat közös nevezőre hoznánk, az avarok történetét egy fontos mozzanattal kell kiegészíteni. Arra, hogy az Uár és Hanni nevű törzsek miként egyesültek, megbízható adatok nincsenek. Minthogy azonban írja Ceglédi Károly 460 után mindkét törzscsoport vezértörzse a Heftal lett, ezt az egységet igen szorosnak kell elképzelnünk. Majd így folytatja, tekintettel arra, hogy a keleti heftalita törzscsoport Uár és Hion elemei ugyanúgy egyetlen egységet alkottak, mint a pannóniai avarok hasonló. És csoportjai önmagától kínálkozik a gondolat, hogy a pannóniai avarok heftalita eredetűek, Ceglédi, a 1954-149. Most pedig térjünk a lényegre. Tűzimádás napkultusz. Kezdjük talán azzal, hogy egy kínai forrás szerint a heftaliták az ég és a tűz szellemét imádják, de ugyanakkor buddhista és keresztény heftaliták is vannak. A napnépe által alapított kormben a tűzimádás volt a fővallás, amely mellett természetesen megfértek másféle istenségek is. Valószínűnek tarthatjuk, hogy az avarok egyik törzsét Kuárnak nevezték, mely név a kaukázusi hunok Kuár tüzes villámmal kapcsolatos istenének nevével azonosítható. Menandros szerint az avar kagán azt kívánja, hogy az égben lakó isten tűzet bocsásson rájuk, ha esküjét megszegné, 12. Ám a kép teljességéhez az is hozzátartozik, hogy a mohamedán írók szerint a magyarok is tűzimádók, 13. A tűzimádás mi volta? Kornides Daniel 1732-1786 néprajzkutató azt írja, hogy a magyarok a perzsákhoz hasonlóan nem a házban égő tűzet tartották a legfőbb isten jelképének, hanem az égi örök tűzet, vagyis a napot, mely fényével a halandókat élteti, Diószegi, 1971-22. 14. Az eddig elmondottak kapcsán feltétlenül föl kell hívni a figyelmet arra, hogy Kandra Kabos már 1894-ben arra a következtetésre jutott, hogy az avarok a napkultusz hívei lehettek. A naptisztelet mellett szólnak a hanavarkori leletek is, amennyiben a holttest fekvésének iránya nyugat-keleti, olykép, hogy a fej nyugat, a láb kelet felé van helyezve azon szándékkal, hogy az elhunyt arca a felkelő napra legyen irányítva, Menander, 1905-171-1. Lábjegyzet. Ehhez kiegészítésképpen csak annyit, hogy ez a tájolás jellemző a honfoglaló magyar sírokra is. László Gyula szellemesen állapítja meg egyik munkájában, hogy a szellemi néprajznak nagyobb a hagyományőrző ereje, mint a tárgyinak. Nem szabad tehát meglepődnünk azon, hogy e szellemi adatok mellett bizonyos tárgyi leletek is Irán, Perzsia, felé mutatnak. A következőkben ezekből mutatunk be ízelítőül néhányat. Régészeti megfigyelések. A hellenisztikus bizánci motívumok mellett írja Erdélyi István nem kevéssé jelentős a száma az iráni mintakincs felé vezető szálaknak. Irán felé vezet a hazánkban talált rendkívüli szépségű avarkori szívég, a bánhalmi Erdélyi első, 1982-145. 15. László Gyulánál pedig arról olvashatunk, hogy a kései avarok grifesindások téglavörös színű edény művessége Észak-Iránra utal, László 1978,11 század. De azt a rendkívül érdekes leletet is érdemes megemlíteni, amelyről ugyancsak Erdélyi Istvánnál olvashatunk. A jugoszláviai Celervo, a történelmi Magyarország Dunacsebje, határában olyan avarkori temetőre bukkantak, melynek leletei között egy Kirtumukhanak nevezett iráni szörnyfejet is találtak, Erdélyi, 1979-87. E lelet azonban nem egyedülálló, mert ilyen szörnyfejet már találtak a Várpalota gimnáziumi avartemetőben is, Erdélyi első. 1969-186. 8. Tábla. Persze minden Irán felé mutató leletet bemutatni nem tudunk. Egyes darabokon ugyanis olyan ábrázolások láthatók, amelyek jelentésére egyelőre nincs biztos válaszunk. De vannak olyan kulcsfontosságú lelőhelyek is, mint például Hortobágyárkus, melynek anyaga 30 éve feldolgozásra, illetve kiadatásra vár. Például az avarok napkultusza szempontjából fontos adalék lehet az a lángoló napot ábrázoló pajzsdudor, amely az említett temetőből került elő, és most a Magyar Nemzeti Múzeum avarkori kiállításán látható. Ezek után jogosan kérdezhetjük, hogy egyes avarok miért viseltek magukon iráni ízlésű ábrázolásokat. A régi ember számára olvashatjuk Fodor Istvánnál, a művészet nem csupán egyszerű, értelmetlen nélküli dísz vagy divattermék volt. Ezek az ábrázolások gazdáik hiedelmét, szinte egész eszmerendszerét magukban hordozták, Fodor, 1975-200. Mivel eleletek etnikai háttere még nincs kellően tisztázva, azért egyenlőre csak annyit fogadhatunk el, amennyit Erdélyi István mond, hogy az avarkorban nem kizárt esetleg iráni nyelvű csoportok jelenléte sem. Avar-türk kapcsolatok. Konstantin császár, mint tudjuk, honfoglaló eleinket türköknek nevezi. Azt a kérdést, hogy a bizánciak szerint miért türkök a magyarok, most ne feszegessük. Erről egyelőre csak annyit, hogy ha a magyaroknak nem lett volna semmiféle közük a türkökhöz, akkor a dukasféle korona görög felirata, amely első.
Géza magyar királyt 1074-1077-nak Turkia királyának titulálja, a bizánci diplomácia tudatlanságának magas iskoláját jelenteni. De pillanatnyilag nem ez a fontos, hanem az, hogy a 12. SZD-ban élt zonaras türköknek mondja az avarokat Menander 1905-36-4. Lábjegyzet. Persze kérdés, hogy a 12. SZD-ban élt zonaras az avarok türkségéről, vagy a türkök avarságáról végül is mit tudhatott. Mivel e kérdésre kielégítő választ adni nem tudunk, ezért e kapcsolat lehetőségére válaszoljanak az alábbiak. A Szarvas környékén 1983-ban föltárt temető egyik sírjából egy csonttűtartó került elő, amelyen rovásírásos felirat látható. Avarkori leleteken már korábban is megfigyeltek rovásszerű jeleket, de a szarvasi lelet az első, amely meggyőzően igazolja azt, hogy az avaroknál is élt a rovásírásnak egy fajtája. A szarvasi lelet meglehetősen késői korból, aránylag távoli területről származik, írja Ligeti Lajos, nagyon valószínű, hogy a rajta látható rovásírásos felirat nem is a tulajdonképpeni avar nép és nyelvemléke, hanem az avar birodalom egyik török népéjé, Ligeti, 1986-493. 16. Ezek az adatok végül is mit jelenthetnek? Egyelőre csak annyit, hogy az avarkori etnikumban s minden bizonnyal a magyarban is a türkelem jelenléte nyilvánvalónak mondható. Most pedig próbáljunk meg választ keresni arra, hogy mi lehetett az avarok maguk használta népneve. Hová tűntek az avarok? Abban a tekintetben, hogy az avar birodalom felbomlása után a Kárpát-medence lakóival mi történt, a vélemények megoszlanak. Az egyik felfogás szerint az itt rekedt avarok kipusztultak. Mások viszont úgy vélik, hogy az avarok maradványai elszlávosodtak. Ezekre azonban döntő bizonyítékok nincsenek. Erdélyi István viszont úgy véli, hogy az avarság a hozzá csatlakozó népelemekkel együtt a honfoglaló magyar etnikum alaprétegét, a későbbi magyar nép jelentős összetevőjét alkotja, Erdélyi első. 1982. 10. Akkor mi lehet a megfelelő magyarázata annak, hogy az avar népnév és népi tudat nyomtalanul eltűnt, viszont a hun kapcsolat, illetve rokonság emléke mind Göcsejben, mind Székelyföldön szinte napjainkig megmaradt. Induljunk ki abból, hogy a pannóniai avarok egyik törzsét eleve, hun, oknak, vezértörzsét pedig Heftálnak nevezték. Ez utóbbiakról pedig röviden a következőket említhetjük. A nyugati heftalitákat írja Ceglédi, nem csak általában kell a hun népek közé sorolnunk, hanem igazi nevük is hun, közelebbről fehér hun, Ceglédi, a 1954-146. Meandertől tudjuk, hogy az avarok uralmuk alá hajtották a szabírokat is. Jordén szerint a szabírok is hunok voltak. Ahhoz, hogy még tisztábban lássunk, helyet kell adnunk az alábbi megfontolásnak is. Bizánc évente hatalmas pénzjáradékokat fizetett a birodalommal határos népnek, hogy ezzel békességre bírja őket. De Bizánc külpolitikájához tartozott az is, hogy következetesen egymás ellen ingerelte a barbárokat. Ezzel gyengítette őket és védte saját magát. A Kutrigur Utigur viszályt például az robbantotta ki, hogy Bizánc az utiguroknak fizetendő adót visszatartotta, mondván, hogy azt a kutrigurok elrabolták. Ekkor az utigurok a kutrigurokra támadtak, de csatát vesztettek. Amikor azonban a kutrigurok bizánci területen portyáztak, az utigurok feldúlták azok szállás területét. A bizánci császár támadás előtt többek között azt is megígérte Sandilcsösznak, az utigurok fejedelmének, ha leigázza a kutrigurokat, akkor azokat a pénzeket is ő fogja megkapni, amelyeket addig Zabergánnak, a kutrigurok fejedelmének fizetett. Sandilcsösz azonban kijelentette, hogy istentelenség és nagyon illetlen dolog volna az ő vérrokonát teljesen kiírtani. Mert úgymond azok nem csak velük közös nyelvet beszélnek, de fajrokonaink is, bár más fejedelmeknek engedelmeskednek, Menander 1905-59-60. Miután Menandrosz a kutrigurokat hanoknak nevezi, hannak kell tekintenünk az utigurokat is, I.M. 59. E történethez befejezésképpen még csak annyit, hogy az avarok később a kutrigurokkal szövetkezve leverték az utigurokat. Vagyis az avar konglomerátum újabb hun elemekkel gyarapodott. Baján Kagán tehát egy sereg hun eredetű, vagy tudatú népet tömörített zászlaja alá, s ezzel tisztában voltak a nyugati kortársak is. A longobárdok, mint már említettük, közvetlen megegyezés révén adták át az avaroknak Pannóniát. Paulus Diaconus erről a következőket írja, Hist. Long. Második C9 Alboin saját hazáját tudni illik Pannóniát barátainak, a hunoknak engedte át, Lukinics 1914-60. Ezek után azt kellene mondanunk, hogy az avarok voltak épp hun oknak nevezték magukat, de ezt ilyen egyértelműen kijelenteni nem lehet, mert a források később hunnia és avaria tartományrészekről és ungarusokról beszélnek. Ez a körülmény legföljebb azt jelenti, hogy a hun elemnek az avartörzs szövetségben döntő fölénye, s ez által vezető szerepe lehetett. Az avar népnév eltűnésének okát pedig abban láthatjuk, hogy ez csak egy olyan külföldiek által használt elnevezés lehetett, mint nálunk a lengyel, német, tót, olasz, stb.
Népnevek. Most pedig térjünk vissza Kézai Simonnak ahhoz az állításához, mely szerint Árpád népének bejövetele a hunok második honfoglalása volt. Kézai Simon igazsága. Az avarbirodalom 803 évi bukása a bulgárok, ungarusok, a hunok, az uárok, kuárok, a türkök közös szégyene és bukása volt. A történelmi párhuzamok alapján valószínűnek tarthatjuk, hogy a vereséget szenvedett avarok uralkodó osztálya, feltehetően a volgai bolgárokhoz menekült, a köznép pedig itt ragadt. A folytatás ugyancsak szokványos. A bukást követő években létrejött egy az avarbirodalmat restaurálni akaró koalíció. Hogy kik lehettek e koalíció tagjai? Természetesen a hunok, a kuarok, a türkök és az ungarusok. Ha kissé nagyvonalúbban értelmezzük a rendelkezésre álló forrásokat, akkor e népek a honfoglalásra vonatkozó forrásokban haburkoltan is, de kimutathatók. Kezdjük azonosításukat a legtöbbet vitatott hunokkal. Anonymus gestájának 10. fejezetében arról tudósít, hogy Álmos fejedelemhez Kiev-Kiev környékén 7 kun vezér csatlakozott. Ha most figyelembe vesszük azt, hogy a szokdiratokban a hunok neve Xun, Kun alakban is fellelhető, nem alaptalan az a meggondolás, hogy Anonymus kunjaim valójában hánok értendők. Ugyanis a tatárjárás idején fontos szerepet játszó kúnokról, kipcsakokról a honfoglalás idején még nem hallottunk 17. Ami pedig a bolgárokat illeti, ismételten Pietro Ranzano adatára hivatkozunk, amely a magyarokat a bolgárokkal tartja azonosnak. Közbevetőleg megjegyezzük, hogy a volgai Bolgárország területén, Bolszije Tigani mellett olyan 9.-10. századi temetőt találtak, melynek anyaga honfoglalóink temetkezési szokásait tükrözi, Erdélyi 1986-146. 18. Konstantin császártól tudjuk, hogy a türköknek, értsd, magyaroknak 7 törzse volt. E törzsi nevekből 5 türk, 2 finnugor eredetű. A belőlük képzett helynevek Magyarországon máig megtalálhatók. Tehát a türkelem honfoglaláskori jelenléte nyilvánvaló. A 11. században élt Johannes Skylices az ungroknak is nevezett türkökről beszél. Tehát itt vannak az ungarusok is. 19. A magyarokhoz csatlakozó kavarok pedig meggyőződésünk szerint az előzőkben tárgyalt Uár-Kuár-Küvár-Kovár nevet viselő törzsel azonosíthatók. 20. Ám de kérdés, hogy hol vannak a magyarok? Nos, a föntiek szerint úgy tűnik, hogy 895-ben a régi, de újjászervezett csapat tért vissza, amely időközben egy máig ismeretlen ok miatt nevet változtatott. Ha jól meggondoljuk, akkor látnunk kell, hogy a kettős honfoglalás lehetősége nem öncélú okoskodás. De az egész elmélet sokkal áttekinthetőbbé válna, ha e problémát nem a magyar őstörténet szerves részének, hanem bizonyos események logikus láncolatának egy önmagát megújítani képes, különböző eredetű népekből létrejött törzsszövetség sikeres vállalkozásának tekintenénk. Így tehát még nem jött el az ideje annak, hogy a történetírói kitalálás vágya alól felmentsük Kézait. Az egész problémát egyébként is óvatosan kell kezelnünk, mert az avarok vezértörzséről, a heftalitákról és az avar-perzsa kapcsolatokról még keveset tudunk. Jegyzetek. 10 koresz történetéről röviden a következőket. Krisztus-e 1200 körül megindult az úgynevezett tengeri népek vándorlása, melynek során elpusztult Mitanni, Trója és Kréta. A hurri nép Mitanni legerősebb népe ketté szakadt. Egyik részük a mai Szíria területére, Haleb, Aleppo és Karkemis környékére, a másik részük pedig kelet felé, Iránon át a Kaspi-tenger és az Araltó közelébe menekült. A Szördarja és az Amudarja között foglaltak maguknak új hazát, amelyet Kormnek neveztek. Ennek ősi történetére hosszú ideig homály borult, mert Kutaiba ibn Muslim arab vezér Krisztus ú. 712-ben elfoglalta Kormet, megsemmisítette a tudós irodalmat, a tudósokat pedig elűzte, vagy kiirtotta. Al-Biruni, az ezredforduló táján élt korezmi arab tudós a vonatkozó források hiánya miatt csak annyit tudott megállapítani, hogy korez története Nagy Sándor, Alexander de Great előtt 980 évvel vette kezdetét. Nagy Sándor pedig Krisztus-e 329-ben járt seregével az Oxus Amudarja vidékén. Eszerint is korez alapítása Krisztus-e 1200 táján történt. 11. A hüperboreusok, azaz az északontúliak, mesés nép a görög mitológiában, akik tiszta életükkel érdemelték ki azt, hogy Apollon náluk töltse a telet. A hagyomány szerint tavasszal hattyúszekéren érkezik vissza Apollon a hüperboreusok országából Delfolyba. 12. Lehetséges, hogy amikor azt mondjuk, csapjon bele a tüzes istennyila, avarul szitkozódunk. 13. A magyarok elődeiről és a honfoglalásról című kötet 159. esz. Jegyzete szerint a tűzimádó itt a M. Halott égető pogány, Györfi, 1975-208. 14. Lehetségesnek tartható, hogy hajdana, háztűznéző, a napkultusz híveinek szertartása volt. A házasulandó legény ennek révén győződött meg arról, hogy arájának családja betartja-e a vallási előírásokat.
15. A honfoglaló magyar díszítőművészet, írja Tomka Péter, nagyjában egészében ugyanabból a forrásból táplálkozott, mint a korábbi, 8. századi késő avárkori művészet. A forrást, az összekötő láncszemet keletre, a dél-oroszországi pusztákon, a Fekete-tenger mentén, vagy a Kaukázus előterében kereshetjük, nem is beszélve a Közép-Ázsia, Irán és bizánci hatásról. Tomka, 1981-2004. 16. Mivel a szarvasi leletet késő avarkori eredetűnek tartják, ezért hadd mondjuk el a következőket. Az avar honfoglalás körüli időkből Krisztus ó. 568 került múzeumainkba számos olyan lelet, amelyben csak vas kengyelpár, zabla és egy igen jó alakú éles vas kopjahely fordult elő és más semmi egyéb. Ezekről a leletekről a találók azon kívül, hogy a fenti tárgyak kis mélységben egy csomóban voltak, semmi egyebet nem tudtak megemlíteni. Csallány Dezső régész kétségtelen égési nyomokat figyelt meg a vasakon. Kovrig Ilona a régészeti irodalomban kinyomozta, hogy a szibériai kapcsala és katanda türk temetőiben hamvakkal együtt temették el a kengyelt és a zablát, mégpedig pontosan ugyanolyan kengyelt és zablát, mint az avarok. Ázsiai eredetük tehát kétségtelenné vált. Az avarokat Európába űző türk birodalom területén a Mongúj-tajga környéki ásatások során újabban sorozatosan bukkantak ugyanilyen esetre. A türk vitézt gyakran halom alá, sírban temették el, lovát a temetéskor feltorolták, megették, majd lenyúzott bőrét a vaslószerszámokkal és a fából készült nyereggel együtt a halotti tormágjáján elhamvasztották. A maradványokat pedig a sírhoz közelebb távolabb kis mélységben elföldelték, Bona 1970-137-138. 17. Kisze István antropológus a 13. SZD-ban hozzánk menekült kunokról a következőket mondja, a kunok antropológiai összetétele a karcakkötszállási és bocsai temetők tanúsága szerint rokon volt a honfoglaló magyarokéval, azzal a különbséggel, hogy bennük kevesebb volt a kelet-balti elem Kiszei 1976-217. A szakirodalom szerint ez a kérdéses név bizonyára a kun népnév Chan változata volt. Ezt Anonymus a latinban Cumanussal váltotta fel, holott a Cumanus a 11. SZD. Második felében feltűnő fehér vagy palót kunok kumán nevének latinosítása Anonymus 1975-154. 18. Lásd az 5. S. jegyzetet. 19. A bizánci György barát Eurios Monahos krónikájának folytatása az első makedon foglyok hazatérése kapcsán 836-838 között ungrokról, hunokról és türkökről beszél. Györfi György úgy véli, hogy itt egyazon nép egymás után három néven szerepel, Györfi 1975. 105. 20. Munkahipotézisünk szerint a teofulaktoszi uár név eredeti alakja kuár lehetett. Úgy véljük, hogy ehhez a germán kovar kauár alak áll a legközelebb. Ezt az alakot véljük fölismerni a régi Hont megyei kovar község nevében is. A hozzánk csatlakozott kavarok sokan úgy gondolják hamarosan beolvadtak. Mi pedig úgy véljük, hogy nevükkel utoljára Tinódi Sebestyénnek a Budai Alibaba Históriája című költeményében találkozunk. Emű 11. Versszakában a következőket olvashatjuk. Vas Mihályt, Veszprém várának védőjét a basa hagyásából megfogták, megfoszták. Pénzétől, lovától őtet megtisztíták. Ott meg vissza az basának bemutatták. Kavarokhoz ment volna, őt úgy beárulák. Tinódi 1904-24.